Kedves harmadikos diákok! Üdvözöllek titeket! Csáki Edina vagyok, a Topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola magyar tanárnője. A mai órán pedig Móricz Zsigmond pályaképével, az Isten háta mögött című regényével foglalkozunk, amelyet a magyar bovariné néven is szokás emlegetni. Moritz Zsigmond életéről nem beszélnék részletesebben, hiszen a korábbi tanulmányaitok során találkoztatok már vele, általános iskolában pedig több művével is foglalkoztatok. Azt viszont el kell mondani a prózájáról, hogy ő volt az, aki a nyugat jelentős prózaírója volt, részben kapcsolódott a Jóka és a Mixát képviselte anekdotikus hagyományhoz, de nála az anekdota elsősorban az atmoszféra teremtés vagy a karakteralkotás eszköze. Próza művészetére elsősorban a realizmus és a naturalizmus, valamint a lélektaniság és a drámaiság gyakorol hatást. Műveiben elsődleges szerepet játszik a valószerűség és a történetelvűség, valamint a folyamatos idővezetés és az ok-okozati ok viszonyok szerint haladó elbeszélés. Illetve több alkotásában is fontos szerepe van a metaforikus utalásrendeknek. Szerkesztésmódját a drámaiság, a krízis helyzetek köré épülő jelenetezés jellemzi. Továbbá elveszélésmódjának fontos vonása a szabad, függő beszéd gyakori alkalmazása. Ezt majd meglátjátok ebben a regényében is ezeket a jellemzőket. Azt tudjátok, hogy paraszti témájú novellákkal kezdte a pályafutását, és mindig arra törekedett, hogy reálisan, tényszerűen, ködösítés nélkül, a dolgok megszépítése nélkül ábrázolja a paraszti világot a maga valóságában, és ő volt az első, aki így ábrázolta ezt a réteget, és szakított a gárdonyi féle hagyományjal, mert ők ilyen idillikus parasztábrázolást használtak, és tulajdonképpen hamisan is mutatták be, Um, uh Az akkori paraszti életformát egyszerűnek, naívnak mutatták ezeket az embereket, és emiatt boldognak festették le őket a népművészek is. Tehát paraszt novelláiról elmondhatjuk azt, hogy szinten mindig drámaiak és konfliktus helyzetet mutatnak be. Nagyon fontos, és jegyezd meg ezt, hogy reálisan, ködösítés nélkül ö, ö, ábrázolja a paraszti világot, úgy, ahogyan az a maga valóságában létezik. Nagy szerepük van az újszerű parasztábrázolásánál a naturalista képeknek, hiszen ezek is gyakran változnak, illetve a párbeszédek. A lélektan a pszichológia az, ami központban áll, és a novella befejezése majdnem minden esetben csattanóval zárul. A hősök ösztönléte kerül előtérbe, elsősorban a szexualitás. És nézzük is ezt az Isten háta mögött című ö, regényt. Ez 1911-ben jelent meg, és ö, ebben a regényében egy felvidéki ö, kisváros életének az eseményeit írta meg. Tulajdonképpen egy mondatban is össze tudnánk foglalni azt, hogy miről szól ennek a regénynek a cselekménye, de azért majd erről később ö, beszélünk még. Ö, az itteni sivárság ö, párhuzamba állítható az első korszakának a nagy témájával, ezzel a paraszti világábrázolással. Tehát azért is szóltam néhány szót ezekről a paraszti novellákról, meg a parasztábrázolásról, mert tulajdonképpen ebben a regényében is ez párhuzamba állítható ezzel a, szintén ezzel az itteni paraszti sivár világgal. És tanultatok már olyan szerzőt, akinél megjelenik ugyanez a téma, méghozzá ki volt az a személy, aki ilyen szegényes szellemi kulturális környezetről írt, biztos, hogy beugrott közben. Adinál jelenik meg ez a szegényes szellemi millió, illetve ennek bemutatása méghozzá a magyar-ugar vízióban. Például ilyen sorokat olvashatunk, hogy elátkozott Elmaradott vidék. Nézzük a címet. Az Isten háta mögött. Mit jelent ez? A település, ahol játszódik, a település közelében lévő út menti feszületről Krisztus a fő felé néz, és emiatt mondható az, hogy a mellékfalu az Isten háta mögött van, méghozzá ez az Isten háta mögött ez ilosva. Ö, és így is olvashatjuk a mű elején, hogy egy eldugott kis település az Isten háta mögött. A műfaja pedig kisregény. A cselekmény két napot ölel fel, tehát két nap alatt játszódik a történet, és azt is tudjuk, hogy pontosan mikor, 1910. június 7-től 9-ig, tehát csütörtöktől szombatig, és ahogyan azt az előbb elmondtam, Ilosmán játszódik. Itt kiemeltem nektek a fontosabb helyszíneket, ezt el tudjátok olvasni, például a nagy vendéglőben, vagy a gimnáziumban, a diáktanyán, és tudni kell azt, hogy egy olyan zárt közösségről beszélünk, ahol mindenki tud mindent a másik életéről. Tehát egy kis falu ez, mindenki ismeri a másikat, mindenki ismeri a másik életét, és mindenki csak az érdekel, hogy mi a legújabb plegyka a faluban. Nézzük a szerkezetét. Nem emeltem ki a fontos szereplőket, hiszen van több szereplőnk, de igazából nem állapíthatjuk meg azt, hogy ki is a főszereplő. Van egy bizonyos Veres Pál nevezetű tanítónk, és az ő felesége Veres Pálni, illetve velük lakik még Veres Laci ennek a veres pálnak az unokaöccse. Továbbá találkozunk az albíróval, az új káplánnal, aztán Dvihali tanító úrral, aki ennek a veres pál úrnak a barátja. Tulajdonképpen sok szereplő, de igazából olyan semmit mondóak és a történetet, illetve a szerkezetet nagy vonalakban foglaljuk össze. Tehát az egész, az expozíció, hogy Veres Pál úgy kezdődik az egész, hogy keresi a feleségét, mivel meghívták vacsorára az új káplánt. Az új káplán meg is érkezik hozzájuk a vacsorára. Ez jelenti a bonyodalom kezdetét, többet iszik a kelleténél, és kiderül, hogy szerelmes lesz ennek a Veres Pálnak a feleségébe, Veres Pálnéba. De közben ebbe a Veres Pálnéba, Veres Laci, a férj unokaöccse is szerelmes, és borzasztóan rossz szemmel nézi azt, hogy Ebbe a hölgybe már többen szerelmesek. Tulajdonképpen az egész bonyodalmat ez jelenti, illetve ez fokozza, hogy mindenki, aki megjelenik ebben a családban, az ebbe a hölgybe szerelmes lesz. Tehát másik alkalommal egy ebédnél is megjelennek a többi szereplők, például Dvihali tanító, az öreg pap, az új káplán, az albíró, Vereslaci Laci, és mindegyik ebbe a hölgybe szerelmes. Közben itt említettem, hogy az új káplán elmegy hozzájuk vacsorára, berugik, és ott marad náluk aludni. Ö és a hölgy, a feleség lefekteti ennek az unokaöcsnek, Veres Lacinak a szobájába, majd miközben ugye besegítette ezt a kicsit többet ivott embert, leesik az ingéről két gomb. És Veres Laci, aki nagyon szereti a sógornőjét, féltékeny lesz, és rögtön rosszra gondol, hogy itt valami történt, az ő történetét is olvashatjuk, mert ő ekkor borzasztóan felháborodik, és éjszaka kimegy a diák tanyára, de olyan korban élünk, hogy éjszaka a diákok nem maradozhatnak ki. És az iskolai gimnáziumi tanárok ezt észreveszik, és ebből hatalmas problémája származik, ki akarják csapni az iskolából, és hát tudjuk, hogy ez a nagybátyának, verespának, a tanítónak ez borzasztó nagy szégyent jelent, ki is jelenti, hogy el kell, hogy költözzön innen, Úgyhogy ezt a történetet is olvashatjátok. Persze ez csak nagyon nagy vonalakban összefoglalva a lényeg, hogy megértsétek az elemzéshez. És végül ezt a Veres Lacit felmentik, aztán amit még ki kell emelnünk, hogy ez a Veres Pál feleség ez egy borzasztó elégedetlen asszony volt. Tehát ő hozzáment egy idősebb férfihez, és ő szeretett volna kitörni ebből a kisvárosi létből, de nem sikerült neki. Hiába szerelmes mindenki belé, és hiába van ő a középpontban, ő mégsem elégedett az életével. Öngyilkos, öngyilkossági kísérlete is volt, kiugrott az ablakból, de fenékre esett. Tehát itt most egy kicsit a paródiát is behozza Móric ebbe a regénybe. És most beszéljünk egy kicsit az újításairól Móricnak. Tehát a kisvárosi emberek életét mutatja be, ahol egy helyben áll az élet. A jövőtlenség, elmaradottság az, ami jellemzi. És a cím is erre a peremhelyzetre utal, az Isten, az Isten figyelmén kívüleső helyre, ahol csökkent értékűség, szűkös látókör az, ami jellemzi az embereket, és ez tulajdonképpen utal a századelei Magyarországra is. Ezzel az elmaradottsággal is Móric erre vonatkoztatható, és a regénybeli létet a nemi ösztönök, az elemi szükségletek, a pótcselekvések, zabálás, ivás, tivornyázás, ezek irányítják. Ugye erről már szó volt, hogy jellemzi Móricot ezeknek a dolgoknak a középpontba állítása. A szereplők műveletlenek, szűklátókörűek, nem tudják érzékelni és megfogalmazni a problémáikat. Tehát ez a hölgy is ugye tudja, hogy valami problémája van, de őszintén nem tudja, hogy mi ennek a problémának a fő oka, nincs főszereplője, ebből a környezetből ugyanis lehetetlen kitörni vagy kiemelkedni. És tulajdonképpen itt ki kell emelnünk Veres Laci személyét, mert ő egy ilyen Tiszta lelkű gyermeki, aki ö, szeretne ebből a környezetből kitörni, de végül ez nyitott marad számunkra. Tehát a regény végén nem tudjuk meg azt, hogy ez a Veres Laci végül csak kitört ebből, az Ilosvá, ebből a kis faluból, ilosváról, vagy beilleszkedett és éli a szürke hétköznapjait. Zárt tér, megállt idő, egyszerű kommunikáció, ugye zártság, szűkösség, változatlanság, ezek a regény legjellemzőbb vonásai. A helyszínei tipikusak, tehát ezeket az előbb is soroltuk, ezeket most nem ismételném, itt láthatjátok. A kommunikációról el kell mondani azt, hogy egy egyszerű kommunikáció ez, tehát üres fecsegések, pletykálkodás, tivornya, olcsó flört jellemzi őket, és nincs lényege, nincs lényeges tartalma ezeknek az emberi kapcsolatoknak. Igen, tehát vannak az itt élő személyek, és van egy albírunk, aki megérkezik ebbe a faluba, tehát ő a kívülről jött személy, akit betolakodónak hívnak, pedig azért, mert nem tud egyesülni ezzel a semmittevő, műveletlen, alacsony, szűklátókörű emberkékkel, és tulajdonképpen ő az, aki kívülről szemléli az ott végbe menő eseményeket. Még neve sincs az albírónak, tehát csak így van írva, hogy albíró, és itt látható egy idézet, betolakodó volt a teszi lehetővé, hogy rálátása legyen a kisváros életére, és ezért is lehet ő az író szócsöve. Tehát ugye ki kell térnünk a bovariné utalásokra, mégpedig ugye az alaphelyzet ennek a veres tanítónak és a feleségének a viszonya, amely ugye egy kudarcba fulladt házasságtörési kísérletből bontakozik ki, és párhuzamba állítható Flóber Bovariné című művével, a különbség viszont az, hogy bovárini házasság törési szándékai azok tudatosak voltak, és meg is valósulnak, valamint az öngyilkossági kísérlete is sikeresen végződik, viszont itt veres tanítóné próbálkozásai nem tudatosak, hanem ösztönösek, biológiai indítatásúak és eredménytelenek, tehát... Látna rá lehetőséget, hogy esetleg megcsalja a férjét, de nem csalja meg. Öngyilkossági kísérlete van, de nem sikerül neki. Ö és Móric műve azzal is megidézi ezt a regényt, hogy az albíró többször is Bovári úrnak nevezi ezt a bizonyos Veres tanítót. Bova és ez a Veres tanító egyáltalán nem érti, hogy miért szólítják őt Bovári úrnak, mikor Veres Pál a neve. És e, tulajdonképpen ez az utalás csak a regényt ismerőknek érthető, tehát azt is el kell, hogy mondjuk, hogy fontos, hogy legyen egy e, alapirodalmi ismeretünk ahhoz, hogy megértsük azt, hogy Móricz mit is akart nekünk mondani ezzel a párhuzammal. E, és fontos volt, hogy ezt megemlítsük, hogy utaljunk erre a két irodalmi párhuzamra. És, és aki tulajdonképpen ismeri a francia regénynek a végét, az várhatja, hogy a tanító majd Bovári úrhoz hasonlóan ö, megszégyenül a felesége cselekvései miatt. Ez viszont nem teljesül be, elmarad a házasságtörés, és a férj szembesül saját pipogyaságával. Tehát, mint azt mondtam, ez a Bovári úr megszólítás alig bír jelentéssel Veres Pál számára, de viszont azt nem tudjuk, hogy miért. Hogy azért, mert nem olvasta a Bovári nét, bár egy tanító, szóval valamilyen alapműveltsége kellene, hogy legyen, vagy azért nem, mert bár olvasta, nem értette meg, vagy nem tudta elképzelni, hogy miért gondolja őt Bovári úrnak ez az albíró. Tehát Moritz kis regénye egyrészt megengedi, másrészt viszont kizárja a Flóber művével való megfeleltetést, és ez a kétértelmű viszony teszi lehetővé, hogy a művet a karikatúra karikatúra karikatúrájaként olvassuk. Nézzük az elbeszélésmódot. Számos prózapoetikai eszközzel él, de a cselekmény nem a minden tudó elbeszélői tevékenységből fakad, hanem jobbára. A drámára jellemző párbeszéd, alkalmazás az, amit kibontakozik, és a nézőpontok állandóan váltakoznak egymással. Az elbeszélő nem elbeszéli, hanem csak megéli a cselekvéseket, figyelemmel kíséri a történéseket, és a nézőpontváltások technikájára leggyakrabban a szabad függőbeszéd. Tudjuk az óra elején. Említettem a paraszti ábrázolásnál is, hogy a szabad függőbeszéd az, ami jellemzi móric elbeszélés módját. Ami azt eredményezi, hogy a szereplők szólamai gyakran összecsúsznak. Tehát nem tudjuk azt, hogy most akkor végül ezt az elbeszélő akarta mondani, vagy a bíró, vagy bekapcsolódott a tanító. Tehát így nem dönthető el pontosan az, hogy a hang az elbeszélő, vagy a szereplői. Ez a regény, illetve a próza prózapoétikai újításai Móricnak arra is felhívják az olvasó figyelmét, hogy az Isten háta mögött nem csak követi, hanem több ponton meg is kérdőjelezi a realista-naturalista irányzat korszerűségét, és ezért tartják az értelmezők ezt a regényt a nyugat-európai modern kisepika fejleményeivel rokonítható remekműnek és ez egy olyan alkotás, amely meghatározóan hozzájárult a magyar próza poétikájának a megújulásához. És az óra végéhez érve, így, hogy most már ismerjük Móricz prózáját, illetve az újításait, a parasztábrázolását és betekintést nyerhettetek egy rövid összefoglalóban ebbe az Isten háta mögött című regényébe. Szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy kortárs művészt, méghozzá Grecsó Krisztián tánciskola című regényét. És a feladatotok az lenne, hogy kicsit utána olvashatok, keressetek az interneten, olvashatok belőle részleteket, és egy halmazábra segítségével hasonlítsátok össze Grecsó Krisztián regényének prózavilágát a Mórici Isten háta mögött című prózavilágával. Köszönöm a figyelmeteket, bízom benne, hogy hasznosak voltak az elhangzottak, jó tanulást kívánok!